Idén is megszervezte az Erdélyi Magyar Televízió a középiskolások történelmi vetélkedőjét. Az 1848-as forradalom markáns eseményeit és szereplőit felelevenítő versenyt a vasárnap esti ünnepi műsor kínálatunkban visszük képernyőre. Éljen! Talált! Ez aztán nagyobbat szólt, mint a németé. Az 1848-as szabadságharc egyik megrendítő pillanatát mutatják be ezek a középiskolás diákok, de a forradalomhoz kapcsolódó villámkérdések is kihívást jelentettek a diákoknak. Az immár harmadik alkalommal megszervezett versenyen idén a Székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium, a Sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen elméleti liceum, a Brassói Áprili Lajos főgimnázium, az Aradi Csiki Gergely főgimnázium és a Kolozsvári Református Kollégium csapata vett részt. Úgy gondoljuk, hogy ez a magyar történelem egy olyan jeles évfordulója, egy olyan jeles eseménye, amit mindenképp minden magyar háztartásba el kell, hogy jutassunk, mivel ez a magyar identitásunk megerősítésének akár egyik eszköze lehet. A zsűri kellő komolysággal vette a diákok megmérettetését, és arra törekedett, hogy korhű legyen a vetélkedő. Kiemelten ügyel arra a zsűri, és minden évben igyekszünk erre odafigyelni, hogy lehetőleg olyan információk jussanak el a nézőkhöz, amelyek egy bizonyos régiónak addig nem ismert, vagy kevésbé ismert eseményeit fogalmazzák meg, olyan szereplőket, akikről ritkában emlékezzünk, azért, hogy kiderülhessen az, hogy ez az egész 1848-as forradalom, ez nem néhány hősnek a forradalma, hanem a teljes magyar nemzetnek az együtt tevése. A Forradalom utca 48 című középiskolásoknak szervezett történelmi vetélkedőt ma este 8 órától nézhetik meg az Erdélyi Magyar Televízióban.